Sziasztok, üdvözlök mindenkit! November 17-e szombat van, ami azt jelenti, hogy a tegnapi nap folyamán, pénteken már nagyon sok üzlet Black Friday akciókat hirdetett. És hát volt is balhé, most olvastam, hogy az Alzánnál volt egy kis Greenbus ebből. És úgy összességében a Black Friday-ról szeretném elmondani a véleményemet. Szóval mi is az a Black Friday? Maga a kifejezés Németországból, vagy Amerikából ered nyilvánvalóan. 1966 óta használják. Igazából leginkább 2009-ben terjedt el. Magyarországon az első ilyen Black Friday akciókat 2013-ban kezdték el az arcunkba nyomni. A kifejezés, hogy Black Friday, ez Philadelphiából ered, erős közlekedésre utal, hiszen ugye mondom 1966 óta rendezik meg ezt a Black Friday dolgot, és hát ilyenkor nagyon sokan vannak Amerikában, akik szabadnapot vesznek ki ezért a munkahelyükön, mert ugye ez nem ünnepnap, ez csak egy ilyen kereskedelmi fogás, vagy ilyen üzleti fogás, és nagyon sokan ezért szabadnapot vesznek ki, és ilyenkor az egész város meg tud bolondulni, mert mindenki boltról boltra megy, vannak akik órákat állnak sorban mondjuk egy most mondok egy példát, egy Walmart előtt, mert ami hihetetlenül durva akciókat hihetetlen akciókkal rukkoltak elő. Szóval nálunk, ugye mondtam 2010, gyere be, csak indexet használj, úgy van. Szóval 2013 óta mondogatják ezt, vagy használják ezt a Black Friday kifejezést, illetve azóta vannak ezek az akciók. Ha jól emlékszem, Bence barátomnak sikerült egyszer a Black Friday keretében baromi olcsón egyébként Xbox 360-at venni. Akkor még nagyon sok olyan akció volt, amire tényleg azt mondom, hogy megérte. Volt Xbox One is volt, ő Xbox 360-at vett, Xbox One is volt picsa olcsón, de azt elvették, vagy elkapották 10 perc alatt. Elnézést, hogy káromkodtam. Az elmúlt években azt lehet észrevenni, hogy ezek a Black Friday akciók már sokszor nem is Black Friday akciók. Egy kicsi utána olvasással egyébként, vagy utána nézéssel, azok a termékek, amiket Black Friday-ként árulnak, tehát ilyen akcióban árulnak, sokszor más helyen a Black Friday akció nélkül olcsóbb, tehát vannak ilyenek. Most tegnap az Alzánál volt balhé, hivatalosan elnézést kértek az eset miatt, ők egy kicsit túlkapatták magukat. Tehát nyilvánvaló ilyenkor a vásárlási kedv az megnövekszik, de vannak, akik ezt könnyörtelenül kihasználják. Az alza.hu így tett, csak egy példa. Volt egy tévé náluk, amit ők akciózás nélkül olyan 400.000 forint környékén árultak, és amikor elkezdődtek az akciózások, akkor megjelent egy olyan, hogy az eredeti ár 2,5 millió forint, figyelj, 2,5 millió forint, és most megveheted 370.000 forintért, vagy 320.000-ért, már nem emlékszem pontosan. Na most nyilván te tévét akarsz mondjuk venni, és azt látod, hogy ez a tévé, ez 2,5 millió forint, hát akkor biztos valami nagyon kemény, van, azt hiszem valami 70 colos LG tévéről van szó, tehát még nem is azt mondom, hogy egy olyan hű, de rohadtul nagy tévé, tehát azt mondom, 2,5 millió forintot olyan tévéért adnék, aminek egyrészt a tűéles képe van, mindig, minden körülmények között, és legalább 90 colos, vagy még nagyobb, de nem egy 70 colos tévé. És hát ugye ezt sokan jelezték, és az Index is foglalkozott a témával, nyilván ők mindig foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, hála a jó égnek. És hát éppen ezért az Alza bocsánatot kért. Ott írtak, hogy még volt, ami kávéfőzővel kapcsolatban is probléma. Szóval az a legnagyobb gond, hogy amúgy ezt vettem észre évekkel ezelőtt is, hogy itt nem arról van szó, hogy olcsón akarnak neked valamit adni. Lehet, hogy ez Amerikában még működik, itt szerintem rájöttek a boltok, hogy az emberek birkák, és ilyenkor ugye megnövekszik a vásárlási kedv, és hát ugye itt a karácsony, az emberek szeretnének ajándékokat venni, vagy akár maguknak is valamit, és ilyenkor ezt nagyon durván kihasználják. Én ezt vettem észre, és látod, ilyen dolgokat megcsinálok. Amúgy én is belefutottam már ilyenbe. Én is volt, hogy nem is tudom, valamit akartam venni, nézegettem, hogy mennyibe kerül, meg hogyan, nem mondom, megvárom a Black Friday-t. És hát megvártam a Black Friday-t,
És gyakorlatilag azt vettem észre, hogy ugyanazért az összegért meg lehet venni azt az adott terméket, mint amennyiért pár nappal ezelőtt is, csak már egy magasabb összeg volt odaírva. Tehát ebből sportot tűznek, de amúgy nemzetközi szinten is, mert például a PlayStation Store-on is van Black Friday, és ott is ez megy. Tehát ez megint csak azt tudom mondani, hogy egy kicsit lehúzás. Bele lehet, biztos vannak olyan webshopok, vagy vannak olyan üzletek, ahol bele lehet futni jó dolgokba. Én azt vettem észre, hogy ez régebben, amikor nálunk ez az egész hype elkezdődött, akkor még tényleg bele lehetett menni, vagy bele lehetett szaladni nagyon jó dolgokba. Most már annyira nem. Vagy egyre kevésbé, vagy úgy próbálják meg lenyomni a torkodon, hogy hát ezzel mostanában mennyire jó jársz, és mekkora bizniszt csinálsz. Közben egyébként nem. Szóval amúgy a Black Friday-ra visszatérve, tehát így az eredetére, ez Amerikában rendszerint a hálaadás utáni első péntek, és innentől számítják ők a karácsonyi szezont. Nagyjából nálunk is egyébként, mert azt fogjátok észrevenni, hogy folyamatosan mindig lesznek akciózások. Karácsonyi akció ugye most, akkor még jövő héten is amúgy, mert ezt a Black Friday dolgot, ez nincsen kővevésve amúgy, hogy akkor kell. Az hagyomány szerint akkor van, de nincs ott olyan, hogy hát akkor ott maradsz, már nem figyelsz ide, akkor ott maradsz. Szóval nincs ilyen, hogy mikor. Hát van, amikor én láttam olyat, hogy márciusban volt Black Friday, meg ilyenek, tehát meg Black Friday hétvége, tehát nálunk általában Black Friday hétvégét tartanak, Amerikában ez valószínűleg másképp van. Volt is már egyébként halálos esete az USA-ban, amikor azt hiszem az pont Walmartnál volt, hogy betörtek kirakatot, meg ilyenek, eltapostak embereket, ez megesik. Úgyhogy most már egyébként szerintem rájöttek ezek a nagy boltok, mondom, hogy oké, beakciózzuk csak azért ésszel, hogy azért mi is jól járjunk. Úgyhogy nagyjából ennyit szerettem volna a Black Friday-ról, nagyon óvatosan kezeljétek ezt a dolgot. Ajánlom nektek amúgy ezt bár biztos a többség ismeri, az Árukereső nevű weboldalt, ahol ugye hát árakat lehet összehasonlítani a különböző webshopoknak az árait, és majd azt fogod észrevenni, hogy sok esetben mondjuk a Media Marktban kinézel valamit, ami kerül most mondok egy példát 20 000 forintba, és akkor te menj, ó, mert az mennyire király, hát az neked kell. És rámész mondjuk az árukeresőre, és azt látod, hogy más helyen, lehet, hogy nem Black Friday akcióban, de 18 000 forintért meg tudod venni. Azért az nem mindegy. Tehát most akkor érted, ne legyél saját, oké, 2000 forintról van szó, nem feltétlen egy olyan hűden nagy összeg, tehát azért ne legyen a saját pénztárcád ellensége. Ha nagyon oda kell erre az egészre figyelni, észre kell. Én most a tegnapi nap folyamán nem láttam olyan hűden nagyon jó ajánlatokat. A 2,5 millió forintos tévét se vettem meg 320 ezerért, nem is fogom megvenni. Na hát srácok, nagyjából ennyit szerettem volna a témával kapcsolatban. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Vigyázzatok magatokra, Black Friday-el észre, jövő héten már szerintem lesz már most volt az e-digitálnak is, de szerintem jövő héten is lesz, és az e-mag. Az e-mag még nagyon rá szokott menni ezekre a Black Friday-os dolgokra. Én egyébként az e-maggal abszolút elégedett vagyok, múltkor is rendeltem tőlük memóriakártyát, és már egyből küldték az SMS-t, e-mailt, tehát az sem mindegy egyébként, hogy hol vásárolsz, de majd erről lesz egy külön videó szerintem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!